Megszokott látvány volt az elmúlt időszakban, hogy eső áztatta a Csalló közt. Az átlagosnál melegebb és szárazabb tél után a tavasz nagy része is hasonlóképpen alakult. Majd bő egy hónappal ezelőtt jött a változás. Okolo 14. mája a neskôr okolo 23. mája prišli na juhozápad Slovenska prvé významnejšie zrážky, celoplošné zrážky od juhozápadu, ktoré zmiernili následky sucha tej povrchovej aj hlbšej vrstve pôdy. Pred týmito zrážkami to sucho naozaj bolo v Dunajsko-Stredskom okrese veľmi výrazné. No a ako náhle prišli tie zrážky v druhej polovici mája, tak tá situácia sa začala pomerne rýchlo zlepšovať a v priebehu posledného mesiaca od začiatku júna vďaka pravidelným zrážkám sa tá vlahová bilancia či už v plitkej vrstve pôdy alebo v tej hlbšej zásadne vylepšila a momentálne už v oblasti neregistrujeme v podstate žiadne sucho. Egy növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó 870 hektáron gazdálkodó hodosi cégnél komoly gondot okozott az aszályos időjárás. Például 90 hektár árpát ki kellett szántani. Május közepétől a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően valamelyest javult a helyzet. Korai tavaszi vetéseknél, mint például az árpa, volt ahol segített, ugyebár nem mindenhol Csalló közben, Felső Csalló közben, Alsó Csalló közben, sőt falvak között is nagyon eltérő volt a csapadékmennyiség. A múlt heti 45 mm az már ránk fért. Egész addig május 15-től durván egy 30 mm tudtunk heti leosztásba elkönyvelni. Viszont ami a legnagyobb probléma az, hogy március 6-ától nem esett csapadék Csalló köz egész területén, azt lehet mondani. A szárazság az biztos, hogy rá fogja nyomni mind az őszi búza, mind az őszi árpa és a tavaszi árpa termés átlagra. Átlag alatti termésekkel számolunk. A napraforgó kukorica, vannak állományok, amik elég tűrhetőek, ahol elég időbe jött a víz, viszont vannak olyan állományok, ahol a kukorica is már és a napraforgó is megsínlette, ugyebár azt a 6-7 vízmennyiséget és az állandó szelet. Az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban is csapadékosabb marad az időjárás. Szárazságtól egyelőre tehát nem kell tartani, egyre több helyen okozhat viszont gondot a belvíz.